Örök emlék maradt bennem az a mondat, amit az egyetemen, a Hittudomány Egyetemen az egyik idős professzorunk mondott, rögtön talán az egyik első óránkon, hogy kedves kollégák, az Istenről nem lehet beszélni, de kell. Na ez izgalmas lesz, gondoltam. Sziasztok! Ez itt az Evlelkész Podcast, és a mai adásban arról lesz szó, hogy vajon hogyan lehet az Istenről beszélni. De mielőtt ebbe belevágnánk, azelőtt felhívom a figyelmeteket arra, hogy számtalan platformon van lehetőségetek feliratkozni az Evlelkészre, a Facebookon, a Youtube-on, a Spotify-on, a podbean és ott meg tudjátok találni mindazokat a tartalmakat, amiket készítek nektek, lett szó videókról, mint például ez a mai videó, vagy éppen a klasszikus podcast adásokról. Kérlek benneteket arra, hogy osszátok meg, ajánljátok másoknak is a feliratkozást, és ha az adott platform kéri, akkor értékeljétek, lehetőleg jól értékeljétek az adásokat. Na de vágjunk bele a mai témánkba, ami arról fog szólni, hogy hogyan tudunk az Istenről beszélni. Nagyon izgalmas maga a kérdés, és nyilván egy rövid videóban nem fogjuk a spanyol viaszt föltalálni, de hát abban az izgalmas helyzetben vagyunk, hogy mi nem vagyunk Isten. És éppen ebből kifolyólag nem tudunk az Istenről úgy beszélni, ahogyan azt a maga teljességében kellene beszélni, erről nem, erre nem vagyunk képesek. Ugyanis minden ember saját magából és a környezetéből, az őt körülvevő világból indul ki. A világ, ami körülvesz bennünket, az az, ami vonatkoztatási rendszerünk, és nem tudunk olyan dolgot elgondolni, illetve elképzelni, amiről nincsen tapasztalatunk. Persze el tudunk képzelni furcsaságokat, gondoljunk csak a mitológiára, mint például egy mantikor, aminek oroszlán teste volt, meg szárnyai voltak, meg farka, de azért tudjuk a mantikort elképzelni, mert tudjuk, hogy mik azok a részek, amelyikből áll maga ez a mitológiai lény, milyen az oroszlán, milyen a szárnyasálat, milyen egy szárnyasálat, és milyen a skorpió. És persze el tudunk képzelni badarságokat is, mint például egy kacsafejű lovat, de azt is csak azért, mert tudjuk, hogy milyen a kacsa, és milyen a ló? Éppen ezért, amikor az Istenről gondolkodunk, akkor tulajdonképpen a minket körülvevő világból veszünk részleteket, veszünk tulajdonságokat, veszünk elképzeléseket ahhoz, hogy valahogyan le tudjuk írni, vagy el tudjuk képzelni, hogy tulajdonképpen milyen is az Isten. Éppen ezért az Istenről való gondolkozásban, vagy hát annak első lépéseként érdemes azt tisztázni, hogy mi az Istennek és a világnak a viszonya. Mi keresni valója van, a világban lévő dolgoknak, vagy magának a világnak az Istenről való elképzeléseinkben, és fordítva. A kereszténység, és nem csak a kereszténység, hanem általában a vallás történetnek a folyamán nagyon sokféleképpen képzelték el az Istent, vagy képzeltek el bármilyen más Istenséget. És legtöbbször valahogyan a világnak, a minket körülvevő világnak, és az Istennek a viszonya az istenségnek, vagy a transzcendensnek, ha úgy tetszik, a viszonya határozta meg azt, hogy hogyan képzelik el az Istent. És a kereszténységen belül is rengeteg olyan izmus van, olyan izmusok vannak, amelyek különböző módokon viszonyítják, vagy állítják relációba az Istent és a világot. És sajnos azt kell mondanunk, hogy ezeknek az izmusoknak a többsége túlnyomó többsége az egyszerűen nem igaz. Persze meg tudjuk érteni azt, hogy az embernek valahogyan gondolkodnia kell az Istenről, és valahogyan el kell őt képzelni, de tisztában kell lennünk a határainkkal. Na nézzük meg ezeket az izmusokat! Az első csoport, izmus, amiről beszélni fogunk, azok azok az izmusok, amelyek az Istent és a világot, azt valamiféle egységben képzelik el, vagy valamiféle összemosottságban, vagy összekeveredésben képzelik el. Ilyen például ennek az abszolút extrém módja az úgynevezett monizmus. A mono az ugye egyet jelent, a monizmus. A monizmus azt tanítja, hogy az Isten és a világ egy. Tulajdonképpen a létezők, mindenki, aki a világban van, legyen szó élettelen dolgokról, vagy élő dolgokról, tárgyakról, növényekről, állatokról és az emberről, az mi mind az Istenen belül létezünk. Úgy egy a világ az Istennel, hogy tulajdonképpen az egész világ is maga az Istennek a része. A második ilyen izmus, amely az Istent és a világot összemossa, ez az úgynevezett panteizmus. A panteizmus pedig azt jelenti, hogy az Isten mindenben ott van. Amíg a monizmus azt mondja, hogy minden az Istenben van, addig a panteizmus azt mondja, hogy mindenben ott van az Isten. Benne van az élőlényekben, benne van a tárgyakban, benne van a levegőben, benne van bármi másban, de mindenben ott van benne az Isten. Tulajdonképpen az Istennek a részei benne vannak az anyagi világnak a dolgaiban is. A második csoport izmus, amiről beszélünk, azok pedig azok az izmusok, amelyek tökéletesen szétválasztják, és azt mondják, hogy nincsen kapcsolatban a transzcendens, nincsen kapcsolatban az Isten és a világ, hanem teljesen szétválik egymástól, utaik nem keresztezik egymást. Ennek legradikálisabb formája az ateizmus. Az ateizmus nem más jelent, mint Isten tagadást azaz azt, hogy nem létezik egyáltalán Isten. Az ateizmusnak sok fajtája lehet és sok árnyalata lehet, de lényegében meg kell különböztetnünk azt a fajta ateizmust, amikor valaki azt mondja, hogy nincsen Isten, de valamiféle szellemi vagy spirituális világot elképzel, és azt az ateizmust, amely materialista, azaz azt jelenti, hogy csak az anyagot tartja létezőnek. Hát nyilvánvalóan itt ez eléggé szétválasztja a világot és az Istent, mert hogy azt mondja, hogy nincs Isten. A másik ilyen szétválasztó a világot és az Istent szétválasztó izmus az pedig az úgynevezett deizmus. A deizmusnak tulajdonképpen az a lényege, hogy elismer egy teremtő vagy létrehozó kreáló Istennek a létét, azt elismeri, hogy van valahol valaki aki megteremtette, létrehozta ezt az egész világot, de utána pedig magára hagyta, nem foglalkozik vele és nem szól bele, és egyedül a természet törvényei, a teremtett világban lévő természeti törvények azok, amelyek uralják, vagy irányítják, vagy mederben tartják a benne élőknek az életét. Van egy magyar klasszikus is, aki így gondolkodott, Madács Imre például az ember tragédiájában azt írja, hogy a gép forog, az alkotó pihen. Az egész ember tragédiáján áthúzódik ez a gondolatmenet, hogy az Isten magára hagyta az embert, aki aztán csinálja azt, amit jónak lát, vagy éppen amerre sodorja az élet. És végül, de nem utolsó sorban beszéljünk arról, hogyha ezek az izmusok, amikről eddig szó volt, nem fedik le a valóságot, akkor vajon mi az a fogalom, amivel le tudjuk írni az Istent, illetve egészen pontosan az Istennek és a világnak a viszonyát. Ez a fogalom nem más, mint a teizmus, azaz az Isten hit. Amikor nem definiáljuk a szó már, már magában a meghatározásban, nem definiáljuk, nem próbáljuk meghatározni és nem próbáljuk beleszorítani egy-egy fogalomba az Istennek és a világnak a viszonyát, hanem azt mondjuk, hogy van a világ, amiben mi élünk, és van Isten, aki pedig létezik. A teizmus tehát egy sokkal tágabb fogalom, vagy sokkal kevésbé keretek közé szorító fogalom, és azt mondja, hogy az Isten és a világ kapcsolatban vannak, de nem egyenlők és nem összemoshatók. Ugyan megtalálhatunk a Bibliában olyan szakaszokat, amelyek esetleg úgy tűnhetnek, mintha panteisták lennének, vagy mintha deisták lennének, vagy mintha monisták lennének, vagy bármelyik más izmushoz tartoznak, amiket eddig felsoroltunk, de ezeknek a párhuzamossága egymás mellett létele megmutatja nekünk azt, hogy nem lehet egy sablon szerint egy kockába beszorítani az Istent, és azt mondani, hogy ő neki már pedig ilyen viszonya van a világgal. Ugyan találunk a Bibliában egy ilyen mondatot, amit Pálapostól mondott, hogy mert ő benne, az az Istenben élünk, mozgunk és vagyunk, de ez nem monizmust jelent, hanem pálapostól az Istenhez való közeledésnek, illetve az Isten közelsége lehetőségét villantja föl azoknak, akiknek éppen beszél. Máshol pálapostól ilyet is mond, amikor pedig majd alávetett neki mindent, akkor maga a fiú is aláveti magát annak, aki alávetett neki mindent, hogy Isten legyen minden mindenekben. Pálapostól itt nem panteista azzal, hogy azt mondja, hogy Isten legyen minden mindenekben hanem egy jövőre mutató gondolatot vázol föl itt a számunkra, amikor majd azon a ponton, amikor az Isten majd helyreállítja ezt a világot a maga teljességében, ahogy eredetileg megteremtette, és ő Krisztus alárendelt, rendelt mindent, Krisztus ezt a hatalmat majd vissza fogja neki adni, és akkor Isten lesz minden mindenekben, Krisztus lesz minden mindenekben. Ez egy olyan állapot, amely nem a mai világunkra vonatkozik, hanem egy következőre. Izsaiás profétánál találunk ilyet, hogy ezt mondja Isten, bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. De ez nem jelent deizmust a Bibliában, nem jelenti azt, hogy az Isten és az ember soha nem találkozik, a teremtett világ és az Isten soha nem találkozik egymással, és nincs kapcsolatban egymással, mint például madácsnál, gépforog az alkotópia, nem emlékeztek még, hiszen az egész Biblia arról szól, hogy az Isten keresi a kapcsolatot az emberrel. Az ateizmus pedig szinte egyáltalán nem jelenik meg a Bibliában. A bibliai korban egyszerűen elképzelhetetlen és elgondolhatatlan volt az, hogy valaki Isten nélkül, transzcendens nélkül képzelje el a világot. De azért az ateizmusra is mondjuk így találunk példát a Bibliában, az 53. zsoltárban találjuk meg ezt a mondatot. Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten. No comment. Köszönöm szépen a figyelmeteket! Ennyi fért bele a mai videóba, remélem segítettem abban, hogy egy picit közelebb kerüljetek ahhoz, hogy hogyan tudunk mi emberek gondolkodni az Istenről. Iratkozzatok fel mindenféle platformon, és találkozunk legközelebb. A viszontlátásra, hallásra, sziasztok!